Ciao mindenki! A következőkben megmutatom, hogy hasonló képek esetén hogy tudod ugyanazokat a beállításokat átmásolni a következő képekre is, tehát nem lesz arra szükség, hogy minden egyes képnél ugyanazokat a beállításokat egyenként megcsináld. Először is válasz ki egy jellemző képet a sorozatból, hát ez mondjuk legyen az első fotó, és azon csináld végig mindazokat a beállításokat, amiket szeretnél. Ez például legyen így a színhiba eltávolítás, az optikai hibáknak az eltávolítás, ez nagyon fontos két előzetes beállítás. Most csak ilyen véletlenszerűen tologatom el a csúszkákat, hogy mindenki lássa. Tegyük fel, hogy mindenképpen ilyen lila fejet szeretnénk szegény kisrácnak. Beállítottuk az első fotót, jöhet a következő. Egyszerűen csak rákattintasz a következő képre itt az alsó kép sorban, és találsz itt egy previews gombot, hogyha arra rákattintasz, az összes előző beállításod átmásolódik ide. Viszont van ennek az előző beállításnak egy kis hátránya. Mégpedig pont az, hogy teljesen automatikus, és minden egyes ecsetvonásodat is átmásolja, nem csak a csúszkák beállításait. Tehát, mi van abban az esetben, hogyha ezen a képen nem csak ezt csináltuk meg, hanem teszem azt egy ilyen adjustment brush-sal, mondjuk jó erősen világosítottunk itt a szemek környékén. Nyilván ez megint egy ilyen elcseszett beállítás, amit csinálok, de csak szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan működik ez az egész. Tehát mi van akkor, hogyha ezt szeretném átmásolni? Hát abban az esetben, hogyha egy olyan képet választok, ahol az adjustment brush helye nem pont ugyanott van, tehát a szemek helye nem pont ugyanott van, mint az előzőnél, és megint megnyomom ezt a previews gombot, akkor ez történik. Minden beállításom átmásolódott, még a festegetésem is, viszont az nem pont ugyanoda esik, ahová én szeretném. Ebben az esetben van egy olyan lehetőségünk, megint visszalépünk, tehát az eredeti képet választjuk ki. Ebben az esetben van egy olyan lehetőségünk, hogy ebből a képből csak bizonyos dolgokat másoljunk át a következőre. Ezt úgy teheted meg legegyszerűbben, hogyha nyomsz rajta egy jobb egérgombot, és kiválasztod a Settings menüt. A Settings menüben van egy Copy Settings lehetőség. Ha erre rákattintasz, akkor megjelenik egy ilyen ablak, aminél egyenként bejelölheted, hogy mi az a beállítás erről a képről, amit szeretnél átmásolni majd a következőre, vagy a következőkre, és mi az, ami nem. Itt például a Local Adjustments-ben találod a brush lehetőséget, vagy például az átmenetes filter, az átmenetes szűrő lehetőséget, vagy a körkörös szűrőt, de itt van például a javító ecset is, amik mind-mind általában olyan beállítások, amik csak egy adott képre érvényesek, tehát csak szelektíven változtatnak a kép bizonyos részén, és nem biztos, hogy a sorozat hasonló, de nem pont ugyanolyan következő tagjánál is olyan szerencsésen módosítják a fotót. Tehát ebben az esetben például nem akarom, hogy a következő képen a brush eszközöm működjön, ezért ezt szépen kiveszem, tehát kiveszem innen a pipát, és azt mondom neki, hogy copy, tehát csináld meg a másolatot a beállításaimról. Ebben az esetben is megcsinálja az összes beállításomnak a másolatát, kivéve ezt a szem átfestegetést, amit az előbb tettem. Tehát ha visszatérek az első képre, ahol nem ugyanott van a szem, mint a következőn, ami szeretnék majd változtatni, és azt mondom, hogy Settings és Paste Settings, tehát ezeket az előzőleg kimásolt beállításokat másolja bele ebbe a képbe, akkor az összes beállítást bemásolja, kivéve a szem átfestést, hisz azt kivettem a másolandók között. És ugyanúgy járhatok el az összes többivel, tehát kijelölgetem szépen az összes olyan képemet, amin szeretném ezeket a beállításokat, és egyszerűen egy jobb klikkel azt mondom neki, hogy Develop Settings, tehát a beállításaimat, másold át, Paste Settings, és az összes képre érvényes lesz az a beállítás, amit az elsőben csináltam, kivéve a szemeknek a, hát elég béna kivilágosítása.
Így első körben most ennyit, a következő körben egy picit tovább lépünk, van még lehetőség arra, hogy másolgassunk, legközelebb megmutatom ezt is. És hogyha tetszett a videó és hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, ha pedig még nem tetted meg, akkor egész nyugodtan iratkozz fel a csatornámra, illetve hogyha bármilyen kérdésetek, észrevételetek van a videóval kapcsolatban, azt megtehetitek itt a komment szekcióban. Sziasztok!